Járvány jelenleg nincs, a Covid azonban továbbra is itt van. A vírus terjedését a védőoltás akadályozza meg, amivel most is érdemes élni, mondja a HEOP szakmai tanácsadója. Október 3-án 10 órakor megnyílnak a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezeteket segítő pályázatai. Bár jövő áprilisban kezdődik a következő projekt időszak, már most érdemes jelentkezni, hangzott el a kilátóban tartott tájékoztató. Javában zajlik a Váci domb renoválása, a kőrestaurátorok és a szobrászok a Székesegyház laternájának helyreállításán dolgoznak, amit igencsak megrágott az idő vasfoga. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió szerdesti 8 órás híradóját látják, jó estét kívánok! Járvány nincs, de a Covid továbbra is velünk van, ezt mondja Bánhidi Péter házi orvos, aki a pandémia ideje alatt a helyi operatív törzs munkáját is segítette szakmai tanácsaival. A mostanában jellemzően könnyebb lefolyású esetek a szakember szerint elsősorban annak köszönhető, hogy az oltások működnek, ebből pedig az következik, hogy aki el akarja kerülni a komolyabb bajt, az ha még nem tette, feltétlenül oltassa be magát. Magyarországon a legfrissebb adatok szerint közel 3,4 millió azoknak a száma, akik a járvány kitörése óta a harmadik adag vakcinát is megkapták, és 344.800 fő már a negyedik oltást is fölvette. A szakemberek óvatosan úgy fogalmaznak, hogy jelenleg ugyan nem beszélhetünk járványról, de a vírus közöttünk van. Ezt mutatják a számok is, az elmúlt héten összesen több mint 11.000 új fertőzöttet igazoltak, és 46-an belehaltak a betegségbe. Az oltásnak köszönhetően a lakosság jó része már védett. Ezt már az oltások elején is mondtuk, hogy azért kell oltani, hogy a súlyos tüneteket, az életveszélyt, a halált el tudjuk kerülni. Tehát nagyon lényeges az, hogy az oltott ember is el tudja kapni a Covid vírust, de nem betegszik meg súlyosan. Ezt látjuk most is. Szerencsére az esetszámok most itt, mondhatom úgy a nyár végén még, vénasszonyok nyarában nem annyira magas, de minden héten fogunk pozitív covidos eseteket. Tehát nem, a covid nem szűnt meg, nem ment el, nem múlt el, itt lesz velünk. A hivatalos adatok szerint az aktív esetek száma csökkent, ugyanakkor az új fertőzöttek száma az elmúlt hetekhez viszonyítva enyhén nőtt. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére biztatja Bánhidi doktor. Ha pedig az életkor vagy az egészségi állapot indokolja, a negyedik adagon is érdemes elgondolkodni. Első, második, harmadik, negyedik oltásnál is a következőt látjuk. Az oltás hatására megemelkedik az ellenanyagszint. Ez a cél, hogy legyen ugrásra készen ellenanyag a szervezetünkbe, hogyha jön maga az igazi vírus. Aztán ez szépen lecsökken. Hogy kiben, hogyan csökken le, azt nem tudjuk. Úgy szoktam mondani, nincs senkinek a homlokára írva. Tehát, ha eltelt fél év, 3/4 év az előző oltáshoz képest, az életkor olyan, vannak kísérő, úgynevezett alapbetegségei, elsősorban mire gondolunk, magas vérnyomás, szívbetegség, esetleg infarktus, légzőszervi betegségek, stroke utáni állapot, most nyilván nem erről beszélek, hanem általánosságban próbálunk tájékoztatni, akkor igen, valószínűleg indokolt a következő oltás felvétele. Az ingyenes oltás lehetősége továbbra is biztosított. Kérhető a házi orvostól, házi gyerekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással vagy anélkül is lehet menni. Közben elérhetővé vált az új típusú Omikron elleni Pfizer vakcina. Ez az oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt. Magyarországon is csak azoknak adható be, akiket korábban már legalább kétszer beoltottak. Bánhidi doktor emellett azt javasolja, mindenkinek a zsebében legyen maszk, és a zsúfoltabb helyeken ne féljen azt használni. A Mi Hazánk Váci szervezetének elnöke szerint a belvárosban több kerékpártárolóra és a biciklisek közlekedését segítő táblák kihelyezésére lenne szükség. Cserekje Krisztina úgy véli, hogy a legutóbbi testületülésen felmerült mezőőri státusz helyett egy ütőképes polgárőrség felállítását kéne fontolóra venni, amivel a sétálóövezetben tapasztalható kéregetők és drogosok ellen lehetne hatékonyabban fellépni. Az elnök a módosított parkolási rendelettel kapcsolatban pedig azt szeretné elérni, hogy vasárnaponként a mise idején biztosítson díjmentességet az önkormányzat.
Inotai Gergely alpolgármester utóbbira reagálva elmondta, kizárólag vasárnap az egyes díjzónában és csak a turisztikai szezon idején kell fizetni a parkolásért, a templom közelében pedig továbbra is ingyenes a parkolás. Ezt azért tesszük szóvá elsősorban, mert nagyon sok ember a belvárosban jár templomba, és ezzel őket sújtjuk. Én nagyon szeretném azt elérni, hogy ezt még egyszer gondolja át a városvezetés, és tegyenek kivételeket esetleg azokra az emberekre, akik templomba mennek, illetve olyan helyre mennek idősebbek, akiknek indokolt a gépkocsi vezetés. Az önkormányzat nevében Inotai Gergely reagált a Mi Hazánk felvetésére. Az alpolgármester kifejtette, hogy vasárnap kizárólag az egyes díjzónában és csak a turisztikai szezon idején kell fizetni a parkolásért, ez pedig május 1-től szeptember 30-áig tart. Mit mondta, ennek bevezetésére azért volt szükség, mert az utóbbi években jelentősen nőtt a belvárosba irányuló idegenforgalom. Három templomot érint a Piaristát, a Fehérek templomát jelenleg és a Barátok templomát. Az egyes díjzónára megemelt parkolási idő. Ugyanakkor egy hatalmas nagy területként a Konstantin tér szabad parkoló területnek, itt a Dunapart továbbra is rendelkezésre áll. A Konstantin tér hétvégén ingyenes, ugyebár szombat délután, hiszen kettes díjzóna. A Dunapartot pedig nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy folyamatosan szeretnénk ingyenes parkolási zónában tartani, hogy ott álljanak meg az autók. Tehát igazából a templomok azért elég jól megközelíthetőek egyébként, még a turisztikai szezonban is, közelben az autók leparkolhatók. Az 1956-os forradalom és szabadságharc váci eseményeit is felidézték azon a találkozón, amelyen Matkovics Ilona fogadta Kristóf Bélát. A családjával Ausztráliában élő Kristóf Béla annak az egykori azonos nevű polgármesternek a fia, aki az 1956. október 24-én Vácon megalakuló városi munkás és katona tanács élére állva azon munkálkodott, hogy a városba ne alakuljanak ki olyan harci események, amik a civil lakosságot veszélyeztetnék. Dr. Kristóf Béla polgármesternek sikerült a rendőrséget és a katonaságot rendfenntartás szolgálatába állítani és megakadályozni a vérontást. Családjával a forradalmi eseményeket követően emigrált Ausztráliába, 1990-ben Vác város díszpolgárrá választotta. Azonos néven élő fia feleségével időről időre felkeresi édesapja emléktábláját, derült ki a kötetlen beszélgetés során. Hétfőn a budapesti hallássérültek tanintézetéből látogattak Vászra tanulók a Császár András iskolában, hogy az itteniekkel együtt emlékezzenek meg a siketek világnapjáról. A váci fogyatékkal élők iskolájába érkező fiataloknak a korábbi igazgató Mikesi György tartott előadást a névadóról, aki Magyarországon elsőként Vácon hozta létre a siket némák intézményi szintű gondozását. A budapesti diákok megkoszorúzták a Császár András szobrot, majd az itt tanuló váci gyerekekkel találkoztak. A budapesti intézmény vezető helyettese elmondta, a hallássérült gyermekeknek fontos kapcsolatépítési lehetőséget jelentett, például a Vásza szervezett kirándulás, mert a siket közösség alapvetően egy zárt közösség, a távolság pedig további akadályokat emel a kapcsolatteremtésben. Mint mondta, az internet adta lehetőségek sokat javítanak az akadálymentesítésben, ugyanakkor fontosnak véli, hogy a mindennapi életbe történő beilleszkedés érdekében a szakképzés továbbra is speciális, illetve szegregált maradjon. Ezt egy picit nehezebbnek látom már. Igazából ez attól függ, hogy milyen képzéseken vesznek részt. Tehát pontosan emiatt célunk a szakiskolánkban, hogy a hallássérültek számára olyan szakmákat tudjunk biztosítani, hogy a későbbiekben aktív tagjai lehessenek a társadalomnak. Ugye most megváltozott a szakképzési rendszer, ez nem feltétlenül segíti nagyon az SN, illetve a hallássérült fiatalokat. De mindenképpen törekszünk rá, hogy a szakiskolánkban olyan képzéseket tudjunk adni számukra, hogy el tudjanak helyezkedni. Október 3-án 10 órakor megnyílnak a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezeteket segítő pályázatai, jelentette be pénteken sajtótájékoztató keretében Kecskés Péter, a miniszterelnökség civil kapcsolatokért és társadalmi konzultációért felelős főosztályvezetője. A támogatási összeget működésre, szakmai programok, rendezvények megtartására lehet fordítani.
A pályázatokkal kapcsolatos információk és lehetőségek minél szélesebb körű ismertetéséhez az érintetteknek a Piarista kilátóközpontban tartottak fórumot, ahová Tarnai Richárdot, Pest megyei kormányhivatal főispánját is meghívták. Október 3-án hirdetik meg az egyszerűsített és összevont támogatást, ami már a 2023-as évre szól, közölte Kecskés Péter. Jövő áprilisban kezdődik a következő projektidőszak. A korai meghirdetéssel az a cél, hogy minden egyes nyertes civil szervezet számláján ott legyen tavaszra az a forrás, amivel majd gazdálkodhat, emelte ki a főosztályvezető. Az összetett pályázatok esetén azok az egyesületek is számíthatnak legalább 150 ezer forint értékben kifizetésre, akiknek a programjait nem formai okok miatt utasítja el a NEAK, hangzott el a sajtótájékoztatón. Aki az úgynevezett összevont pályázaton nem kerül a nyertesek közé, ő is nyertesnek érezheti magát, ha és amennyiben érvényes, formailag érvényes pályázatot nyújtott be. Ugyanis ilyen esetben van egy minimális 150 ezer forint, ami azt jelenti, hogy aki most a nemzeti együttműködési alapon civilként indul, nem fog nulla forinttal távozni a kasszától, tehát vagy az egyszerűsített támogatáson meg fogja kapni jogosultsági alapon a 350 ezer forintot, vagy pedig az összevont támogatás révén a 150 ezer forint minimumot, vagy ennél jóval magas összeget, természetesen ahogy a kollégium ezt megítéli. A támogatási rendszernek köszönhetően az összevont pályázatok akár több millió forintig igényelhetnek forrást a programokra, közben az egyszerűsített pályázati keretösszege 350 ezer forintra emelkedett. Nem csökkentek, sőt nőnek 2023-ban azok a források, amelyek a civilek részére a NEAK belül rendelkezésre állnak, hiszen 2022-ben 10,8 milliárd, illetve most 2023-ban több mint 11 milliárd forint áll rendelkezésre. A sajtótájékoztatón Tarnai Richárd főispán hangsúlyozta, preferált terület nincs, tehát szociális, kulturális, szabadidős és sporttevékenységgel foglalkozó szervezetek is nyújthatnak be pályázatot. Egy határ van, a jogszabályi határ, a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani, például ezért nem is lehet civil szervezetnek, egyesületeknek politikai tevékenységet végezni. Aki ebbe a hibába esik, látjuk az elmúlt napok történését, akár egész nagyban, annak természetesen a jogi következménye is megvan. De még egyszer mondom, értékeket teremtenek a civil szervezetek, egyesületek, ezen értékek teremtése mellé a kormány is hozzáteszi a magáét, és így azt tudjuk elérni, hogy még inkább hatékonyan tudnak ezek az értékek megjelenni. Irány a zöld, ezzel a szlogennel indult az idei Európai Diáksportnap kampánya, amely a testmozgáson túl ezúttal a természeti környezet tisztaságának fontosságát is hangsúlyozza. A szeptember 30-ai Diáksportnapra hulladékvadászattal hangolhatnak az iskolák, a regisztráló és sikeresen vadászó résztvevők pedig számos nyereményre is pályázhatnak. Magyarországon tavaly már közel 1600 iskola 350 ezer tanulóval regisztrált és szervezett sportnapi programokat szeptember utolsó péntekén. A kontinensen, sőt azon túl pedig 41 ország intézményei vesznek részt rendszeresen a Diáksportnapon, így Európa és világszerte közel 3 millió gyermek mozog aznap az iskolájában. Az Európai Diáksportnapon arra biztatják az iskolákat, hogy szeptember utolsó péntekén szervezzenek sportprogramot az iskolában legalább 120 perc terjedelemben. Nincsen semmi megkötés, minden iskola a saját lehetőségeihez, infrastruktúrájához, eszközeihez igazodva valósíthatja meg a programot. Az egyetlen ajánlott program elemet az adott évnek megfelelő táv, idén tehát a 2022 méteres futás teljesítése. Az idei jelesnap aktuális témát is felkarolt. Egy nyereményjáték során arra invitálják az iskolákat, hogy a gyerekek, amennyiben illegális szemétlelő helyet találnak, akkor a hulladékvadász applikáción vagy webes felületén keresztül jelentsék azt be. A bejelentést a JÖN alapítvány továbbítja az érintett települési önkormányzatoknak, ezzel felgyorsítva az illegális hulladéklerakatok felszámolását. A szemetet a játék során tehát nem az iskolásoknak kell összeszedni, arról az alapítvány közreműködésével a hatóságok gondoskodnak. A játék lényege a lerakatok monitorozása és a hulladékvadász applikációra történő bejelentése.
Három iskola azok közül, amelyek részt vesznek a játékban és érvényes bejelentést tesznek, 1 200 000 forint értékű teremfelújításhoz szükséges festéket, 800 000 forintot a teremfelújítás munkadíjára és egy 50 000 forint értékű sajtkóstoló csomagot nyerhet, például az iskolai egészségnap megvalósításához. Javában zajlik a Váci dom renoválása. A belső festészet és a freskók restaurálása mellett a kupola laternájához is feljutottak a szakemberek, aminek jelenleg is a külső felületén dolgoznak. Ahol szükséges, a kőfaragók kipótolják a 250 éve épült székesegyház bevilágítójának hiányzó díszítő elemeit, ahol pedig a felület elmálottott speciális ragasztóanyaga javítják ki a hiányzó részeket. A szakemberek 3 hónapot szántak az épület tömb erősen megrongálódott fődíszének a rendbetételére. Hosszú liftezést követően még vagy 15 métert kellett mászni a létrákon, miután a legalább 50 méter magas kupola feletti bevilágítóhoz, pontosabban a laterna külső állványzatához eljutott a stáb. Kőfaragók és kőrestaurátorok vették át 2 hónapja a terepet, hogy felmérjék, mennyire használódott el a 8-szögletű, barokk oszlopokkal és füzérekkel gazdagított kupola építmény. Tehát ezt, hogyha hozzáérünk már, tehát itt, hogyha most ennyit csinálok, és igen, így törik szét, igen. Most minden ilyen ízébe benyom a körmet, és akkor igen. Le tudom pattintani. Igen. Ezeket megmenteni már nem. Ez egy ilyen gipszesedési folyamat. Időközben kiderült, a 8 oszlopból 6-nak szinte teljesen elmállott a díszítése, ezeknek a pótlását, javítását végzik. Ugye, régebben szénnel fűtöttek, most meg ugye az autók kipufogó gázaiból kénsav keletkezik gyakorlatilag a savas esőben, illetve a hőingadozás, a sók kicsapódása, sőt maga a víz is egyszerűen a különböző kőfelületeken különbözőképpen duzzad, és ez is maga. Tehát, és a, hát a fagy. 250 évvel ezelőtt a helybeli kömívesek mellé a határon túlról is érkeztek kőfaragók, hogy megépítsék a migazi püspök által megbízott Isidore Canevale tervei alapján a székesegyházat. A költségvetés akkor is kiszámított volt, ezért az alapanyagokat helyből igyekeztek biztosítani a munkákhoz. Amikor ez készült az 1700-es években, akkor hát nem volt még vonat, teherautó, stb., tehát lovaskocsival a legközelebbi bányákból tudtak köveket hozni, kivéve speciális esetekben, és valószínűleg innen a Naszái bányából származik a mészkő is, és a homokkő is, ami ezen található. Most azonban a technológia és a gépesítés is segítségére van a szakembereknek, apró részcsapokat fornak a hiányzó felületek helyére, majd ezeket hasonló színű anyaggal építik vissza. Nem tudok szóval sem. És ez az anyag, amit... Ez az anyag, amit most fölhordtak, ugye rétegről rétegre kell ezeket fölhordani, attól függ, milyen vastag persze a fészkelés. Itt most egy elég durva, nagyobb felület volt, körülbelül egy ilyen 3-4 centi mély, és ilyenkor rétegről rétegre föl kell hordani az anyagot. Ahol szükséges, formáznak és faragnak is, így az idő vasfoga által megrágott oszlopfők lassan, ismét régi pompájukban kerülnek vissza az épület külsejére. A dóm felújítását 2021 áprilisában kezdték meg a szakemberek. A belső ornamentika, a díszítőfestések és a freskók restaurálása jelenleg is zajlik. A laterna felújítására 3 hónapot szántak a szakemberek. Csütörtökön többfelé több alkalommal kell számítani eső kialakulására a Dunakanyarban, tág határok között 13 és 25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, Vác környékén 18 fok lesz. Pénteken is gyakran megnövekszik a felhőzet és több tájegységünkön is várható eső, zápor, zivatar. A szél többfelé élénk lehet, délutánra 21 fok közelébe melegedhet a levegő. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió szerdesti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják honlapunkon, az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásunkat, illetve a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on is követhetnek minket. Ne menjenek sehova, mert a nagyítóban több témával folytatjuk. Beszélünk többek között az illegális hulladék lerakókat lebuktató vadkamerákról, a parkolás átszervezéséről és a közszórásos utak helyzetéről is.